Gábor, én Bán Marci vagyok, a full stack JavaScript fejlesztéssel foglalkozom jelenleg a Chain Reaction-nél, és ma este a React Native-ről szeretnék beszélni nektek, és arról, hogy miért ezt választottuk, mint technológiát, hogyha iOS és Android alkalmazás fejlesztésről van szó. Mert először is kezdeném azzal, hogy lett egy kisebb fajta ilyen hatásvadász abstrakt itt megfogalmazva, kb. Arról, hogy milyen technológia kellett ahhoz, hogy hirtelen legyen 15 mobil fejlesztőnk, aki arra számított, hogy ilyen human resource black magicről lesz itt szó, azt ki kell, hogy ábrándítsa. Sajnos nem tudunk ilyenről, hogyha valaki a közönségbe tud, akkor utána beszélhetünk róla. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy volt 15 darab webfejlesztőnk, aki nagyon jól értett a React-hez. Pár szólt a React-ről, ez egy open source JavaScript library, a Facebook a karbantartója, náluk kezdődött ez az egész, és így alapjaiban felforgatta azt, amit így manapság a frontend fejlesztésben történik. Nagyon sokan használják, webes felületeken a legnagyobb nevek is, és rengeteg nagy név migrál át most React-re. És hogy hogyan jön ehhez a React Native? Hogyha a React-tel nem a HTML DOM-ot kezeljük, hanem iOS és Android natív komponenseket, akkor kapjuk meg a React Native-et. Ennek a segítségével, ahogy mondtam, Android és iOS natív alkalmazásokat tudunk fejleszteni, akár Universal Windows platformra is tudunk, erre nem térnék ki, ez még nagyon gyerekcipőben jár. Ugyanazt a koncepciót használja, amit a React, és hogy itt nem arról van szó, hogy egy cross-platform dolgot tudunk készíteni, tehát nem egy codebase-ből lefordítunk több platformra dolgokat. Itt ez a Learn Once, Write Anywhere dolog van jelen, ez azt jelenti, hogy ha a koncepcióval tisztában vagyunk, mint a React koncepciójával, akkor képesek vagyunk ezzel az eszközzel, akár webre, akár iOS-ra, akár Android-ra fejleszteni. És a nagy különbség ezekhez a dolgokhoz képest, amiket fel vannak sorolva a App Inventortól kezdve a PhoneGap-en át, ahogy ezek a dolgok egy úgynevezett WebView-t használnak, ez egy ilyen lebutított böngésző szerűség mondjuk az Android és az iOS platformon is. Ott konkrétan egy böngészőben HTML, JavaScript és CSS jelenik meg, és az a böngésző konkrétan ezeket megjeleníti. De ezzel szemben a React Native az úgy működik, hogy ezeket az alap komponenseket, a natív komponenseket futásidőben készíti el, és a React és a JavaScript az az eszköz, amivel mi azt leírjuk, hogy milyen natív komponensek készüljenek el. Tehát mondjuk nem tudjátok megkülönböztetni, hogy ez Swift-be lett írva, ez Java-ba lett írva, mert hogy teljesen natív dologról beszélünk. És ezt most megmutatom, hogy körülbelül hogy néz ki egy buttonnek a life cycle-je. Van a main thread, az a thread, amit konkrétan láttok az eszközön, a UI ezen fut. Létezik egy másik, a JavaScript thread. Ebben fut nektek a React kód. Ez a React kód például most leszeretne renderelni egy button, ezt elküldi a Shadow threadnek, és ez a harmadik egyben utolsó thread. Ő arra képes, hogy megpróbálja azt csinálni, mintha behelyezné az adott komponens hierarchiába azt a button-t, megnézi, hogy ez hova kerülne, mekkora lenne. Ezekkel a dimenziókkal, size-okkal visszatér a JS threadnek, aki pedig magát a button komponenst és a hozzátartozó méreteket is átadja a UI threadnek. Így megjelenik a button. Ami tök fontos, az, hogy a JS thread és a main thread között konkrétan aszinkron a kapcsolat és patch-ekben történik az update, így a main thread az folyamatosan responsív és fluid tud lenni, tehát ott 60 fps-sel tudnak gördülni a listák és stb. És hogy milyen problémákba ütköztünk, amire a megoldást a React Native nyújtotta.
ezt egy példán keresztül elmondom, hogy jön hozzátok egy ügyfél, és azt mondja, hogy kell egy webes, egy Android és egy iOS alkalmazás, és nálunk erre három emberre van szükség, egy web developerre, akiért React-ről, Node.js-ről, van szükség egy iOS developerre, Swift, Objective-C, UIKit, egy Android developerre, aki Java-zni fog, Android SDK-hoz, Material Design-hoz ér. És ez a három ember konkrétan annyira különböző, hogy nem is egy nyelvet beszél. Nem lehet őket cserélni projektek között, és a végén odaadunk három különböző alkalmazást, ami egyébként ugyanarra a problémára nyújtana megoldást, és szépen három különböző minőségben tudnánk elkészíteni. Az egyik lehetőség az ez, hogy csináljuk meg többször, kétszer-háromszor, ez árban is kétszer-háromszor annyi lesz, és kétszer-háromszor annyi idegeskedés és emberrel jár. A másik lehetőség egy cross-platform alkalmazás készítése. Hát a Android és iOS-ban mondjuk, hogy a top 100 alkalmazást megnézitek az App Store-ban, akkor nem fogtok találni olyat, ami nem natív alkalmazás. Vagy ne csináljuk meg, ez nem egy opció, hogy jelenleg. És a megoldás az számunkra React Native volt. Most bármelyik fejlesztőnk bele tud nyúlni, akár webes, akár mobilos kódba. Tök jó átjárhatóság van projektek között, ez hosszú demo projekteknél például nagyon jó, hogy valaki már nagyon demotivált, akkor switch. Rengeteg kód átfedésben van, konkrétan az iOS és az Androidos kód között nagyon pici change-ek kellenek ahhoz, hogy mindenhol működjön, és minimális változtatások kellnek így hozzá. És van egy app, amit legelőször csináltunk, és ennek hatására döntöttük el, hogy végül ezt a technológiát választjuk majd. Ez kb. Egy ilyen bújócska-szerű játék, mindenki kapott egy QR kódot, elrejtette az Office-ban, aztán meg kellett keresni, és telóval be kellett olvasni. Lehet látni, így nézett ki a dolog. És igazából nagyon sok mindent tanultunk belőle. Egyrészt az, hogy néha muszáj konkrétan natív kódot is írni. Itt például a maga a QR kód beolvasás és a kamera kezelés az egyszerűen nem része a React Native-nek, de így egyre bővülő, egyre nagyobb open source community van mögötte. Úgyhogy mi szerencsések voltunk, létezett már egy barcode scanner app, olyan 500 csillaggal GitHub-on, meg nagyjából 500 issue-val is. De azért működött, úgyhogy lehetett használni. Amit most eddig a cross-platformokkal hasonlítottam össze, de van előnye azért a native alkalmazásokkal szemben is. Egyrészt a fejlesztési élmény. Igazából itt konkrétan az adott eszközön fut a kód, és amint változtatsz a kódon, körülbelül egy fél másodperc múlva már az eszközön is látod, mert egy hot module reloading történik, és nem az van, mint egy natív fejlesztés, mert azért meg kell várni a build időt, stb. És még egy nagyon nagy plusz dolog a Code Push nevű eszköz, amivel azt érhetjük el, hogyha már egyszer benne van az App Store-ba, Play Store-ba az alkalmazásunk, akkor utólag is tudunk távolról új funkcionalitásokat beletenni, mert hogy a JavaScript kódot le tudjuk pusholni az adott eszközökre, és nem kell megvárni a újabb validation és review process-t, amit támasztanak ezek az App Store-ok, úgyhogy ez egy tök nagy plusz dolog volt. Kérdések? Also, you can ask me in English if you want. Igen? No, it's because you don't actually download native code, but you are downloading scripts, and if you don't change the basic functionality of your application, but some aspects of it, then you can do that. So
So yeah, it's, you are able to do it. Anybody else? Yes? Én magyarokon, mik a hátrányok és mi a legkomplexebb, ahogy ezzel csináltuk? Minden ilyen framework-ból hangzik az elején, aztán szóval milyen valóság. Vannak hátrányai. Egyrészt az, hogy volt szó itt erről a dologról. Ez a kapcsolat a JS thread és a main thread között, ez azért valamilyen szinten lassú. Tehát batch-ekben történik és aszinkron, ami jó dolog, de hogy az animáció azért van, hogy kicsit olyan choppy, akadósabbak. Ezen jelenleg is dolgoznak, mert az egyik legnagyobb, legfontosabb dolog számukra az, hogy a 60 FPS UI az folyamatosan meglegyen. A komplexitásról pedig azt tudom mondani, hogy inkább tehát egy MVP-hez, egy prototypinghoz, amikor gyorsan meg kell csinálni dolgot, ahhoz fényével kell jobb, mint bármi más. Large scale application-ekhez nincsen tapasztalatom. Hozzá egyszerűbb, pár screen-es, nem túl heavy alkalmazásokhoz számunkra ez a best. Igen? What happened to you by patterns? You say that you can exchange developer between the platform, but once you need an application for iOS and Android, and when both stores input a feature, it has to be completely different in order to the Californian needs to accept them. Because it's so different on a high level. If you're Instagram, you can provide the same application, but if you're not Instagram, it has to be absolute material design and absolute iOS design. What do you do? We just a design, we're asking. UI patterns and how it's connected and how the logic of it and everything. It's completely different. Yes, on the high level, these things are different. But there are two entry points when you are doing your application. And we can separate them design-wise, but the business logic is really the same. And that code can be shared between these two. The CSS, because we can use CSS modules like thing to make the styling, that's another story and that's interchangeable, but the business logic is the shared code and that's what is important. Thank you.